Szeretettel köszöntöm Önöket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Boldog szombatot kívánok minden kedves nézőnek! Ma este Jézus Krisztus szerepeiről hallhatunk, a teremtéstől egészen a második eljöveteléig. Igét hirdet Ördög Róbert lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára! A néma föld beszél, sziklából jő a szó, természet csendes hangja hallható. Csak nézd a réteket, ezernyi színeket, mind annyi gyöngét hívó üzenet. Kimondhatatlan mélységes szavak, melyek az égből, földből szólanak. Az Isten szava jön, mindenből árad ő, minden szava számunkra új erő. A tenger tükrében, a bárány felhőben, szivárvány színeiben is üzen. A nyári lenge szél, vagy a szép fehér tél, az ősz, a tavasz mind róla beszél. Kimondhatatlan mélységes szavak, melyek az égből, földből szólanak. Az Isten szava jön, mindenből árad ő, minden szava számunkra új erő. Nézd az ég csillagát, csillagok csodás fénye szól hozzád. Ha ének csöndje jön, nyugalmas pihenő, a sötétben és csendben üzenő. Kimondhatatlan mélységes szavak, melyek az égből, földből szólanak. Az Isten szava jön, mindenből árad ő, minden szava számunkra új erő. Kimondhatatlan mélységes szava, melyek az égből, földből szólanak. Az Isten szava jön, mindenből árad ő, minden szava számunkra új erő. Nagyon sok szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal, a kedves nézőket, akik úgy döntöttek, hogy a idejükből egy meghatározott időt arra szánnak, arra szentelnek, hogy Isten igéit, a Bibliát együttesen tanulmányozzuk. Úgy érzem, hogy lehetetlen az ember számára a mai rohanó élettempó mellett békét és nyugalmat találni, kivéve ha nem nyitja föl az Isten igéjét. Mai alkalommal Jézus Krisztusról szeretnék tanulni. Egy olyan szerepkörét szeretném a kedves nézőknek bemutatni, amely végighúzódik a Földünk teremtésétől egészen az ő eljöveteléig, és ez a szerepkör néha cserélődik, vált egyikről a másikra. Ezt minden nap életben azt mondjuk, hogy funkció, amit az ember betölt, de valahogy Jézusra nehezen vonatkozhatott ez a kifejezés, hogy funkció. Én mégis így szeretem nevezni, hogy Jézus Krisztus funkciói. Mit is tett az emberért, az ember érdekében, és mit fog majd tenni érettünk?
Cselekedetek könyvének a 4. fejezetéből olvasom a 12. verset bevezetőként, amikor az apostolok, akik bírák előtt állnak, ezt mondják. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Jézus Krisztusról van szó. Senkiben másban nincs üdvössége az embernek. Itt most egy picit úgy megyünk, mint a rák visszafele. A 11. versben elmondják, hogy kiről van szó. Ez a ma kő, amelyet ti építők megvetettetek, amely lett a szegletnek fejévé. Szegletkő. Tudni kell azt, hogy az apostolok bírái pontosan tudták a zsidó történelmet, és volt egy ilyen hagyományszerű ismeret számukra történet, hogy amikor a Salamoni templomot építették, akkor ugye leolvassuk a Bibliában, hogy egy kalapácsütés nem hallatszódott, a kőbányákban tökéletes pontossággal kivágták azokat a köveket, ez egy hihetetlen munka volt, én voltam a siratófal közelében, az alagútrendszer, amit idegenvezetők levezettek bennünket, végigléptem, 9-11 méter hosszú kőkockák voltak, hihetetlen méret, és el sem tudom képzelni, hogy vágták ilyen mértani pontossággal a köveket kockára, hogy szállították oda. Lényeg az, hogy a zsidó történet szerint az egyik kő, amit hoztak, nem illett sehova. Egy idomtalan, furcsa alakú kő, és az építők félredobták. Aztán, amikor eljutottak az épületnek az egyik sarkához, ahol statikailag egy rendkívül fontos kőre volt szükség, kiderült, hogy ez a félredobott kő megy oda. És ezt használják az apostolok, ezt a képet, hogy amit ti megvetettetek, mint építők, na ő az, ki is ez, és most jön a lényeg, amikor olvassuk a 10. verset, legyen tudtotokra minnyájatoknak, és az Izrael egész népének, hogy a Názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halottaiból, az által áll lesz ti előttetek épségben. Figyeljük meg a következő dolgot. Azt mondja, hogy a názáreti Jézus, itt az volt a kérdés, hogy kinek a nevében gyógyítottátok meg ezt a beteget? Hogyan történt ez a csoda? És azt mondja, akit ti megfeszítettetek, na annak a nevében, Jézus Krisztus nevében. Hívő, vallásos embereknek mondták ezt, akik megvetették Jézust. Vagyis önmagában, hogy ők vallásosak voltak. Önmagában, hogy Ábrahám gyermekeinek vallották magukat, hogy az Isten országa örököseinek képzelték magukat, ez nem volt elegendő. Hát ha megnézzük az első háborút, ami vallási háború volt Kain és Ábel között. Mind a ketten oltárt építettek, mind a ketten áldozatot tettek az oltára, mind a ketten leborultak az oltár előtt és imádták az Urat, és mégis Kain hiába valóan tette ezt, mert nem úgy tette, ahogy Isten azt kérte. Nos, ebből kifolyólag azt az áldozatot kellett az oltára tenni, amelyet bárányként láttak ott, de ez Jézus Krisztust jelképezte, és Jézus Krisztus szerepköré így végig húzódik, akár a bárány áldozatokon keresztül, az egész Ószövetségen, az Új Szövetségen pedig már, mint ami megváltunk, aki mindent megtesz érettünk. De figyeljük meg a következőt. Amikor a Bibliát föllapozzuk, a Bibliának a legelső lapja, a teremtés leírása így kezdődik. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. És amikor beszélünk Istenről, mint teremtőről, akkor lehet, hogy sokszor nem is gondolunk arra, hogy igazából itt Jézus Krisztusnak milyen szerepe volt. Ha például János evangéliumát olvassuk, annyira ismert, hogy talán tudom fejből is idézni, kezdetben volt az ige, ne felejtjük el, tegyük párhuzamba, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, kezdetben volt az ige, és ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És akkor a 3. vers, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett, vagyis mindent az ige teremtett. Persze már maga az első vers olyan titokzatos. Mindig azt mondom, hogy ha valaki nekem megmagyarázza, akkor Nobel-díjat érdemel meg. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Jézus Krisztus tökéletes szerepkör bontakozik ki, ugyanis a 14. vers János evangéliumának az első fejezetében elmondja, hogy az ige pedig testé lett, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Tehát egyértelmű, hogy Jézus Krisztusról van szó. Vagyis Jézus Krisztust, mint teremtőt látjuk magunk előtt.
az első funkciója, hadd használom ezt a szót, tudom, hogy nem illik a bibliai szerepkörébe, Jézus Krisztus első szerepkör, lehet, hogy ez jobb, a teremtő. Gondolok most az ember megteremtésétől számítva errefelé. A teremtő. Például zsidókhoz írt levél első fejezetében, amikor az apostol írja a levelet, akkor azt mondja, ez utolsó időkben szólott nékünk a fia által. Második vers, aki tett mindeneknek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Tehát nagyon egyértelmű, hogy Jézus Krisztussal, mint teremtővel találkozunk, amikor olvassuk a Bibliát. Azonban a Jézus Krisztus által teremtett ember föllázadt a teremtője ellen. Föllázadt a teremtő ellen, és el kellett, hogy hagyja az Édenkertet. Isten adott nekik egy rendszert, egy szabályt, törvényt, ami szájhagyományként atyáról fiúra szállt. Amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, eljutottak a Sínai hegyhez, Mózes fölmegy a hegyre, és azt olvassuk, hogy beszélget Istennel. És Isten ad neki két kőtáblán 10 parancsot. Olyan parancsolatokat, amelyeket addig is ismertek, csak nagyon röviden, azt mondja Isten Káinnak, vigyázz, mert a bűn az ajt előtt leselkedik, rád van vágyakozása, megöli a testvérét, hogy tehettél ilyet? Ne ölj! Amikor Józsefet Potifár felesége el akarja csábítani, azt mondja József neki, hogy követhetném el ezt a gonoszságot, vétkezhetném így nagy bűnnel az Isten ellen? Vagyis pontosan tudta, hogy a neparáználkodj létezik. Amikor Mózes második könyve 16. fejezetében olvasunk a manna hullásról, akkor azzal találkozunk, hogy egyesek pedig nem tartották tiszteletben az Úrnak az akaratát, és szombaton is kimentek mannát keresni, holott szombaton nem hullott, és még mindig nem értek el a Sínai hegyig, még mindig nincs a 10 parancsolat számukra odadva, vagyis írott formában nem kapták meg. Ellenben írott formában, amikor Mózes átveszi az Isten kezéből, akkor van egy érdekes igehely Mózes második könyvének 24. fejezetében. Amikor azt olvassuk, hogy az Izrael fiainak e választottjaira, akik Mózessel voltak, nem bocsátotta Isten a kezét, jól lehet látták az Istent, és mindazáltal ettek és ittak is. Ott volt Mózessel Izrael népének egy réteg, egy vezető csoport, akiknek Isten megadott egy olyan dolgot, amit ember fia, született ember nem tapasztalt ezen a földön. Azt mondja, látták az Istent. Mózesnek is, mikor kéri, hogy Uram, szeretnélek téged látni, azt mondja, megláthatsz hátulról, látta az Istent. Most van egy érdekes szöveg, vissza kell mennünk János evangéliumának az első fejezetéhez. A 18. vers azt mondja, Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, ő jelentette ki őt. Megfigyeltük? Azt mondja, látták az Istent, és nem haltak meg. János azt mondja, de az Isten senki nem látta, hanem Jézus Krisztus jelentette ki őt. Akkor az, akitől így Mózes átvette a 10 parancsolatot, ki volt? Maga Jézus Krisztus. Tehát a teremtő a bűnös ember kezébe adta szó szerint a saját ujjával leírt 10 parancsolatot, hogy az ember szembesüljön azzal, ezt szeretné Isten. Mondd el a te fiaidnak, ragd oda, hadd lássák, tanítsd őket. Olyan csodálatos dolog, amikor Jézus Krisztus magára vállalja azt, hogy saját ujjával leírja az isteni akaratot a kőtáblákra. Ez diktálhatta volna Mózesnek is, és Mózes ott a következő, nem tudom, 40 napban így belevéste volna a kőtáblába, de azt mondanánk mi emberek, mindig gyanakúak vagyunk. Na és mi van, ha Mózes esetleg egy vesszőt félreült, írt, és más irányba van, és már mást jelent? Például a Héber B betűben, hogyha nincs benne a pont a közepén, akkor már V betű. Mi van, ha Mózes kihagyott egy pontot? Isten nem bízta emberre. Saját ujjával leírja. És Jézus Krisztus az, aki ott van, és mindezt elvégzi, és az ember kezébe adja. A következő szerepköre a legismertebb számunkra. A törvényadástól számítsunk ki, mint egy 1500 évet, és akkor jön Jézus Krisztus a legcsodálatosabb, leghihetetlenebb történettel, beköltözik az anyamébe, megszületik picin csecsemőként, fölvállalja a legmegalázóbb körülményeket a piszkos, bűzös istállótól kezdve a kereszthalálig, mennyi tövis szegélyezte az ő útját. És Jézus Krisztus mindezt fölvállalja azért, hogy az embert megválthassa. János evangéliumának 3. fejezetében olvashatjuk a Bibliának az arany szövegét, amikor azt mondja itt, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta.
hogy mindaz, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez a legcsodálatosabb. Neked is, nekem is, hogy örök életünk lehessen. Isten úgy szerette ezt a világot. Hadd mondom el, ez a legcsodálatosabb szeretet. Jézus Krisztus, mint megváltó jött erre a földre. Kiért halt meg? Mindenkiért. Amikor a fölhívást intézi, akkor azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megterheltetetek, majd én nyugalmat adok nektek, Máté 11. fejezet 28. verse. Figyeljük meg, kit hív magához? Akik érzik az életterhét, akik érzik azt, hogy egyedül nem bírják ezt a terhet viselni, akik érzik, hogy egyedül nem tudják az utat végigjárni. Gyertek hozzám, én megoldást adok. Hogyan? Vegyétek föl magatokra az én igámat. Ez nem egy szimpatikus dolog. Hadd mondom el, az én egóm tiltakozik ez az iga ellen. Jézus azt mondja, vegyétek magatokra az én igámat. Az én igám könnyű, hordozása gyönyörűséges, vagyis addig tűnik visszataszítónak, addig tűnik elutasítónak, amíg azt kívülről nézed. Olyan ez, mintha elmennénk vendégségbe, és valami számunkra teljesen idegen, teljesen ismeretlen ételt tennének az asztalra, és hú, ebből kell lenni, vajon mi lehet ez? És amikor belekóstolunk, és az a gazdag ízkombináció, hogy szétárad a szánkba, és úgy érezzük, ahogy az étel ereje megy szét, és jaj, de jól esik, szabad még szedni belőle. Ez a Krisztus követés. Amikor magadra veszed az ő igáját, amikor elindulsz az ő útján, akkor azt mondja, ennek a hordozása gyönyörűséges, ennek a terhe könnyű. Azonban Jézus Krisztus miután megváltotta az embert, föltámadta halottaiból, még együtt volt 40 napot tanítványaival, és visszament az ő atyához. És mit csinál? Ül és várja, hogy újra jöhessen? Nem. Bibliában azzal találkozunk, hogy magára vállal egy feladatot, mégpedig a közben járó feladatát. Van egy érdekes dolog. Sokszor fölmerül a kérdés, hogy miért kellett pont Jézusnak meghalni az emberért? Hát egész biztos, hogy egy csomó angyal vállalta volna ezt a feladatot. Valamelyik angyal fejedelem, Gábriel, vagy itt tudom én, bármelyik. Azonban, ha Jézus kezéből került ki a megteremtett ember, akkor ő kellett, hogy meghaljon érte. És ezt azonnal magára is vállalta. Nem úgy történt, hogy az ember bűnbe esett, és akkor ott leül az isteni tanács, és hú, most mit is csináljunk, hanem azonnal aktiválják a B-tervet. Mielőtt a földünk teremtése szóba került volna, már Krisztus Úrunknak ez a szerepköre le volt fektetve. Ő lesz a megváltó. És amikor visszamegy, akkor azt mondja, mivel én meghaltam értük, ezért most én közben járok értük. Az én véremet ontottam, nekem erre jogom van. És ha megfigyeljük, János apostol azt mondja, már ott a Biblia vége felé, az ő általános levelé közül az első levélben, hogy én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik, van szószólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ha olvassuk a második verset, akkor azzal találkozunk, hogy ő közben járunk lehet, mert ő életét adta értünk. Vagyis csak az járhat közbe az emberért, aki meghalt érte, úgyhogy ő maga nem követett el bűnt, de ugyanakkor valamennyünk bűnét magára vette. És ez a legcsodálatosabb dolog. Végigélte ezt a 33 évet úgy, hogy nap mint nap a legkeményebb kísértésekkel kellett szembenézni. De szerette volna, hogy érezzük, annyira szeretett bennünket, hogy nemet mondott minden kísértésre, nemet mondott még arra a kísértésre is, amikor esetleg a kísértő felajánlotta neki ott a harmadik megkísértéskor, hogy figyelj, nem kell neked szenvedned, csak egy picit hajtsd meg a térdedet, és mintha engem megtisztelnél ezzel, és ezt nem mondjuk el senkinek, kettőnk köz fog maradni. Tiéd az egész, látod, ezt mind neked adom, Jézus azt mondja. Én nem így jöttem. Én jöttem, hogy megváltsam a világot úgy, hogy megváltsam az elesett embert úgy, hogy teljesen függetlenné tegyem tőled a kísértő, illetve a kísértés értelmi szerzőjétől. Ja, Pál apostol, amikor beszél erről a témáról, Timóteusnak írja az ő levelét, akkor még határozottabban és még konkrétabban kitér erre a gondolatkörre, ugyanis azt mondja Timóteus első levél második fejezet 5. versében, hogy mert egy az Isten és egy a közben járó is, Isten és ember között. És ha 6. verset olvasuk, akkor szintén azzal találkozunk, hogy aki önmagát adta váltságul sokakért. Miért lehet közben járó? Mert önmagát adta. Érdekes ezt a vers csoportot megnézni az előző szövegben, tehát 1. Timóteus 2. fejezet 4. versében, azt olvassuk, hogy
Isten azt akarja. Nem csak szeretné, azt akarja az Isten, hogy minden ember üdvözüljön. És ez egy csodálatos dolog. Mindenható az Isten? Igen. Mindenki üdvözülni fog? Nem. Ez a vers tovább megy. Pont azért, hogy letisztázza ezt a dilemmát. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ez a két dolog párhuzamba megy. Üdvözülés, igazságnak a megismerése. És ezután mondja, hogy Jézus az ő közbenjárásával mindent megtesz azért, hogy az igazságban élhessünk. Mi az igazság? Van egy ilyen mondás, meghalt Mátyás király, oda az igazság. Azonban figyeljük meg a következőt. Bibliában találunk négy definíciót az igazsággal kapcsolatban. Először is Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát igazság egyenlő Jézus Krisztus. A második definíció. Jézus imádkozik a Gecsemáni kertjében, és úgy imádkozik, hogy Atyám, szenteld meg őket a te igéddel. A te igéd az igazság. Tehát igazság egyenlő az Isten igéje, a Biblia, az Isten szava. Harmadik definíciót a 119-es Zsoltárban találhatjuk. A 119-es Zsoltár a leghosszabb Zsoltár, 176 szövegből áll. Az Isten ihletés mellett magán viszi a héber költészetnek a csodálatos formáját is, a 22 betűt beleszövi a 8-8 versenként az egész Zsoltárban, a héber ABC-t. És ez a Zsoltár az Isten törvényéről elmondja, hogy a te törvényed az igazság. Tehát első definíció maga Jézus Krisztus az igazság, második az ő igéje, harmadik az ő törvénye. És jön a negyedik definíció. Negyedik definíció szerint Jézus Krisztus jön keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. És amikor jött Jánoshoz, akkor János fölismeri őt, és azt mondja János, hogy várjál, te kell, hogy engem keresztelj, nem én téged. És Jézus azt mondja, engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betölteni. Vagyis negyedik definíció, igazság egyenlő keresztség. A keresztség az nem csak egy rituális dolog, az szövetség köztem és Isten között. Szerződés, aláírtam az én döntésemmel, a saját döntésemmel. Pont ezért kell, hogy olyan korban történjen, amikor én döntöttem ezt el. Mert szeretem az Urat, szeretem az ő igéjét, és élő közösségben akarok vele élni. Egy alkalom egy ifjúsági keresztségre készülve, csak úgy beírtam szinte játékból a Google-ba, hogy kinek kell megkeresztelkedni. Két választ kaptam. Aki még nincs megkeresztelve, mosolyogtam, hát ez egyértelmű, második, aki nem emlékszik a saját keresztségére. Na így már sokkal többet mond el. Azt mondja Pál apostol, amikor ír Jézus Krisztus közbenjáró szolgálatáról, Isten azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére, és itt játszik szerepet a közbenjáró. Tedd föl magadnak a kérdést, milyen kapcsolatban vagyok Jézus Krisztussal, mint teremtővel, törvényadóval, megváltóval, közbenjáróval eddig jutottunk el. Aztán tedd fel magadnak a kérdést, hogyan tekintek az Isten igéjére? Örök igazságként, megváltozhatatlan kijelentésként, kinyilatkoztatásként? Tedd fel magadnak a kérdést, hogyan tekintek az Isten törvényére? Első, második, harmadik, negyedik parancsolatra, ötödikre, hatodikra, olvasd és így jegyezd, megvan, rendben van, rendben van, rendben van. Hogy állok a keresztséggel, mint olyan kapcsolattal, amely élő kapocsként köt össze engem az Istennel? Saját döntésemből, Isten iránti és igazság iránti szeretetből hoztam ezt? Ez egy nagyon fontos kérdés. És akkor gondolkozzunk el a következőn. Jézus Krisztus önmagát adta azért, hogy közbenjárónk lehessen. Mint egyetlen közbenjáró, figyeljük meg a verset, egy az Isten és egy a közbenjáró is, Isten és emberek között. Elmentem egy idős beteg emberhez, meglátogattam, járt az evangelizációmra, és aztán nem jött, megbetegedett, meglátogattam, és az ágya fölött ott voltak a különböző szentek képe, és azt mondja, látja Robert, ezek az én közbenjáróim. Na mindjárt volt téma, miről beszélgetni. Egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között. Azonban Krisztus közbenjárása nem tart mindörökké. A kegyelmi időnek van egy pontosan meghatározott, hadd mondom el, Isten által, Isten részéről meghatározott vége. Nekünk ezt nem nyilatkoztatta ki.
Mi csak annyit tudunk belőle, hogy az idők jelei beszélnek Krisztus eljövetelének a közelségéről, ugyanakkor Jelenések könyve kinyilatkoztatja, hogy Krisztus visszajövetele előtt lesz az utolsó 7 csapás, mielőtt pedig indul az első csapás. Jelenések 15. fejezet, 8. verse azt mondja, és megtelt a templom füsttel, ugye az a hely, ahol Jézus közbenjárást végzi, megtelt füsttel, és senki oda be nem mehetett, amíg az 7 csapás le nem zajlott. Majd azzal találkozunk, hogy a 7. csapásnak pedig Jézus Krisztus eljövetele vett véget. Tehát mielőtt indul a csapás, Jézus befejezi a közbenjárást, kijön, lezajlik a 7 csapás, és jön Jézus. Vagyis amikor már látod, hogy indul az első, második csapás, akkor már nincs idő és lehetőség, hogy na, akkor gyorsan én is megyek, és gyorsan megkeresztelkedem, vagy döntök, akkor már nem lehet. Pont azt mondja az ige, ma az ő szavát halljátok. Ne várd a holnapi napot. Ne várd azt, hogy majd nem tudom, milyen jelet fogsz erre kapni, vagy milyen események motiválnak. Egy ember így mondta, majd ha látom, hogy történnek azok a dolgok, akkor én is gyorsan megyek. Felejtsd el. Nem lehet. Jézus Krisztus azt szeretné, hogy most, ma, lehet, hogy pont amikor nézed ezt az adást, mondd azt, hogy ó, Uram, én is úgy szeretném ezt. Most még Jézus a közben járod, és megteheted, hogy mondd el neki, ó, drága Uram, a te véred árán megváltottál engem. Tisztára tudsz mosni? Tudsz ott tenni érettem valamit? Tud, ezért mondj el. Aztán az előbb említettem, hogy különböző jelek vannak, melyek utalnak az ő eljövetelére. Máté evangéliumának a 24. fejezetében, ha végigolvassuk a fejezetet, akkor mindazokat a jeleket ott láthatjuk, amelyek számunkra kinyilatkoztattak, és fölismerhetjük őket a társadalomban, a természetben, az embertársi kapcsolatokban, különböző dolgokat elmond. Majd olvassuk a 25. fejezetet, tehát a 24. fejezet beszél a körülöttünk lévő jelekről, 25. fejezet a gyülekezeten belüli állapotról Krisztus eljövetel előtt, például a 10 szűz története, ugye 5 aludt, 5, illetve mind aludt, de 5 készen volt, 5 pedig nem volt készen, volt olajuk, nem volt olajuk. És aztán azt mondja, hogy és akkor majd eljön az embernek fia, 25. fejezet 31. verse, az ő dicsőségében. És ő vele mind a szent angyalok. Akkor beül majd az ő dicsőségének a királyi székébe. Hadd kérdezem a kedves nézőket, ki szokott királyi székbe ülni? Hát a király. És itt találkozunk Jézus Krisztus következő szerepkörével, újra mondom ezt a csúnya szót, funkciójával. Tehát volt teremtő, volt törvényadó, volt megváltó, volt közbenjáró, most pedig jön, mint király. Az ő királyi dicsőségében, szent angyalainak a seregével. Ez lesz a legdicsőbb pillanata földünk történetének. Dicső pillanat volt az, amikor Jézus kijött a sírból vasárnap hajnalban, de az csak ilyen lokális jellegű volt, mert a katonák látták, később hallották, mi most olvashatunk róla, de amikor jön, minden ember meglátja őt. Mind a föld beleremeg. Az emberek fölnéznek és azt mondják, akik fölkészültek, imi a mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. Hol fogsz akkor lenni? Remegve bújsz a kövek alatt, esetek mi ránk, vagy azt mondod, ó, drága Uram, erre a pillanatra vártam. Ez csak a te döntésed lehet. És most figyeljük meg, jön Jézus Krisztus, mint király. Beül az ő királyi székébe. De olvassuk a következő verset, ez a 32. vers Máté 25. fejezetében, akkor azzal találkozunk, hogy elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja juhokat a kecskéktől. Itt már nem a királyi feladattal találkozunk, itt már találkozunk azzal, hogy Jézus Krisztus a bíró szerepét ölti magára. Ez igazából egy időben történik, jön mint király, és mint bíró ítéletet hirdet. Természetesen ez nem úgy van, hogy ott áll a csoport ember, és jobbra-balra, jobbra-jobbra, balra-balra. Már amikor eljön, egyértelműen a Biblia tanítja, hogy Jézus eljövetelekor az élő igazak egy pillanat alatt átváltoznak, egy szempillantás alatt, Korintusi első levélben írja Pál apostol. A megholt igazak feltámadnak már a megigazult testben, és azt mondja, mi élők velük együtt fogunk elragadtatni. A bűnös megholtak föl se támadnak, ekkor majd csak az 1000 éves időszak végén fognak föltámadni.
az élő bűnösök egyszerűen összecsuklanak és megszűnnek élni az isteni dicsőség láttára. Tehát az már, hogy ki hova tartozik, előbb eldőlt, van egy ilyen advent előtti ítélet a mennyben, de ez egy ilyen jelképes szerepkör, jön, mint ítélő bíró, aki megteremtett bennünket, törvényt adott, megváltott és közben járt, most eljött, mint király, és ítéletet hirdet. Hol fogsz akkor lenni? Jézus Krisztus, mint ítélő bíró, csak ő dönthet, hogy hol fogsz lenni. Voltam a Vatikáni Múzeumban, a Sixtus kápolnát is végigjártam, összesen 3 alkalommal voltam Rómában, és mind a 3-szor bementem a Sixtus kápolnában. Van ott egy hatalmas festmény, Michelangelónak az Ítélet című képe. Egy óriási kép. Második alkalommal egy idegen vezetőt fogadtunk, és úgy sajnáltam a sok pénzt, nagyon drága volt, az egy ilyen nagyon jó szaktudással rendelkező idegen vezető volt. És amikor odaértünk ehhez a képhez, akkor azt mondta, nézzétek meg jól ezt a képet. Mind lelkészek voltunk együtt egy csoportban. Azt mondta, nézzétek meg Pétert. Péter így nyújtja a kulcsot Jézusnak. Azt mondja az idegen vezetőnk, aki nem mutatkozott vallásosnak, csupán jó biblia ismerete volt neki. Azt mondta, hogy Michelangelo úgy gondolta, hogy amikor az ítéletről van szó, akkor Péter adja vissza a kulcsot Jézusnak, és azt mondja, hogy Uram, ez a te feladatod, ebbe én nem szólhatok bele. Ott a Vatikán kellős közepén Péter apostol visszaadja a kulcsot Jézusnak. Uram, ez a te döntésed, ki hova megy? Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez igaz, hogy Jézus döntése, de pontosabban fogalmazva, ő az én döntésemet hagyja jóvá. Mert én döntöm el, hogy ott leszek, vagy nem. Ő megváltott engem, megváltott téged is, minden embert. Mind a 8 milliárd valamennyi embert, akik most vannak a Földön, és mind a sok 100 milliárdot, akik eddig éltek a teremtéstől kezdve. De hogy ki lesz ott, az attól függ, hogy ki, hogy, milyen módon döntött az ő szívében és lelkében. Pont ezért tártam föl ezeket a krisztusi funkciókat, hogy érezzük, hogy mindegyik az ember érdekében, mindegyik az ember örök boldogság üdvössége érdekében történt. És most figyeljük meg, van egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy Jézus Krisztust elfogadom-e teremtőnek, elfogadom-e törvényadónak, elfogadom-e megváltónak, és elfogadom-e közbenjárónak, ez az én döntésem. És ha azt mondom, hogy nem érdekel, akkor nem fogadtam el. De hogy találkozom-e vele, mint királlyal és mint bíróval, ez nem az én döntésem, ez mindenképp így fog történni. De amikor én találkozom vele, mint királlyal és bíróval, akkor én köszönteni akarom őt, mint teremtőmet, törvényadómat, mint megváltómat és mint drága közbenjárómat. Figyeljük meg a következőt. Sokszor emberek kizárják Jézust közbenjárásával, azt mondják, hogy hát én nekem van már közbenjárom, és felsorolják a szenteket. Ha Jézus Krisztus félretesszük, mint közbenjárót, akkor félretettük őt, mint teremtőt, törvényadót, megváltót is, és akkor hogy nézek vele szembe, mint királlyal és mint bíróval? Vagy ha megnézzük a mai tudomány, mit mond a teremtésről, azt mondják, hogy hát azért túl elavult az, amit a Biblia tanít, sőt az egyháza 98-9%-a is elfogadta az Isten által vezetett evolúciónak a tanítását. De ha Isten képtelen volt teremteni 6 nap alatt, ha kellettek hozzá, nem tudom, évmilliók vagy milliárdok, akkor nem volt Ádám és Éva, akkor nem volt... Akkor állathordákból kikerült csoportok voltak, akkor nem volt jó és gonosz tudásfája, nem volt bűneset, akkor nincs megváltást erre, akkor az egész összeomlott. Jézus Krisztus pontosan úgy teremtette meg az embert, hogy a Biblia leírja. Fogadd el őt teremtőnek. Fogadd el az ő akaratát, amit a Sínai hegyen Mózesnek odadott. Fogadd el őt megváltódnak. Fogadd el őt közbenjáródnak. Gondolj arra, hogy el fog jönni, mint király, és gondolj arra, hogy az ő királyi hatalmával és az ő bírói bölcsességével azt fogja mondani, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ alapítása óta. Szeretnél ott lenni abban az országban? Micsoda kérdés, fölösleges kérdés. Szeretnéd, hogy Jézus Krisztus már ma képviseljen téged? Fordulj hozzá. Miért? Bevezető versünkben olvastuk Cselekedetek 4. fejezetének a 12. versében. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk
megtartatnunk. Nincs más üdvösség, és nincs más név. Kedves nézőink, az én óhajom és vágyam, az én imám az, hogy ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Mondjuk el most az Úrnak, ó Úrunk, olyan csodálatos a te szereteted, a te jóságod és a te kegyelmed. Köszönjük azt, hogy drága megváltunk nevében jöhetünk eléd. Megteremtette az embert, amikor az ember elbotlott, akkor kész volt fölvállalni a megváltó szerepét. Közben szabályait adta, hogy lássuk az utat, amelyen járnunk kell. És amikor megváltott bennünket, akkor most közben jár értünk, és az ő nevében kérünk. Tégy bennünket méltókká, tisztákká, hogy azon a napon, amikor eljössz, akkor örömmel tekintsünk föl, királyunk és bíránk arcába. Az ő nevében kérjük ezt tőled. Amen. Thank you.
akkor semmi vagyok. Hűt remény szeretető három közül, a legnagyobb lett a szeretet. Elfedez mindent, hisz és mindent remél. Hadd töltse be most a kinek fogad el?
Jézus Krisztus leghamarabb úgy ismerhetjük meg, mint teremtőnket. Ő a mi alkotónk, kezéből származunk, ez a mi eredetünk. Tökéletesnek, büntelennek és szabadnak teremtett. Ebből a szabadságunkból adódóan lehetőségünk volt eltérni, mint ember, mint emberiség Istentől, és így estünk bűnbe. De Jézus Krisztus a mi megváltónk is, így már kétszeresen is hozzátartozzunk, nem csak alkotónk, hanem megváltónk, mert életét adta érettünk, hogy akik hiszünk, örök életünk legyen. Így azok, akik ezt elhisszük, Jézus ezekért érettünk naponta közbe jár, hogy bocsánatot nyerjünk. Jézus az ő eljövetelekor, mint király fog megjelenni. Dicsőségben is feltámadnak, akik az Úrban haltak meg. Ekkor Jézus, mint ítélő, megítéli az emberi családot, és jutalommal részesíti az embereket cselekedeteik szerint. Legyen Jézus Krisztus a mi királyunk, és megváltunk, hogy azon a napon méltóképpen meg tudjunk ő általa állani előtte. Amen.